Jövő héten az Akvárium Klub ad otthont Fábry Sándor összművészeti One Man Show-jának. A Realista revű az Etüdők Róka fűrészre címet viseli. Az előadásban politikusok és történelmi alakok is megjelennek, de hogy pontosan miről van szó, arról már Fábián Barnak kérdezi vendégét, Fábry Sándort. Köszönöm szépen, Fábry Sándor érdemes és kiváló művészdíjas, humorista, hát producer, a Veszprémi Állatkert. Ön tiszteletbeli gondozója, sorolhatnám, de most szorítkozzunk a akváriumról. Szeretettel köszöntelek, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! A címe azt mondja, hogy ha megengedett, kezdjünk azzal, Etüdök, azt mondja, Róka fűrészre és fröccsöntő szarkára. Ez a könyvnek volt a címe, mert ez dr. Máriással közösen 4 évvel ezelőtt kiadott könyvünkből indul ki, ez az egész színházi produkció, mert én még darabot nem mernék mondani, nem tudom, hogy mi ez, ezt majd a nézők eldöntik, úgyhogy ezt te sem nagyon feszegesd. A lényeg az, hogy a könyv címe volt az, amit mondtál, én a fröccsöntött szarkára azt elhagytam, mert ezt egy darab címéül egy kicsit hosszúnak ítéltem, úgyhogy Etüdök rókafűrészre, és ennek kapcsán döbbentem meg, hogy milyen sokan nem tudják, hogy mi a rókafűrész, ami hivatalosan ugye rókafarkfűrész, hát aki a darabot megnézi, annak a számára azért ez remélhetőleg kiderül. Van ilyen rókanyelű fűrész, ami ágak vágására, gyümölcsfára? Nem rókanyelű, azt én nem gondolnám, ez azért rókafarkfűrész, mert a penge a fogantyúnál szélesebb, és aztán keskenyedik, akár mint egy fényderül hiányos botanikai ismeretekben. Igen, na, igen, és fűrészügyi. Igen, fűrészügyi. Nagyon sok kép van, egyik jobb, mint a másik, és e köré épül a darab. Így van, tehát a vázlata, a magja az előadásnak azok a festmények, amelyeket dr. Máriás készített, és amelyekhez én ebben az albumban írtam annak idején szöveget, és akkor ebből választottam én ki 10-1 néhányat, elsősorban azon az alapon, hogy melyikhez van olyan szöveg, ami humoros, és ami mondható színpadon is, most éppen ott egy házkutatás jelenetet látunk, ez föl van véve előre, és akkor ez a jelenet, amelyben egy Rákosi aktképet találnak a festőnél, ez folytatódik színpadon, ezt látjuk most, és itt már a festőt, Szőke Andrást vallatják, és neki ecsettel a szájába ki kell a képet javítani. Na hát ez az egyetlen, amit így elmesélek, ha szabad, mert a többi esetében nem szeretném. Ja, tehát akkor egy narrátorként. De nincs narrátor, nem. Én mondom a saját szövegeimet, a színészek pedig mondanak dialógus. Tehát ami jelenetszerűnek tűnt a kép alapján, abból mi jelenetet készítettünk. Néhány festmény, nyilván mindre nem lesz idő, amit én pozitívan sajnálnék, de például azt mondja, hogy Lenin gyakorlatilag hittanórát. Ez egy rendkívül érdekes. Igen. Már a képzelet mezején. Nem is volt egyszerű ezekhez szöveget írni, hiszen a képek már önmagukban humorosak, poénosak, ha úgy tetszik. Itt arról van szó, hogy minden kis tanítványnak van egy kis kecske szakálla, hát kvázi ebben is mint egy utánozva a mestert, és akkor én ehhez egy olyasmi szöveget írt, amit éppen ketté vágnak valakit, ez a finále egyik az valóban része. Finálé, ha valakit igen, ezt csak kaptunk erre külön engedélyt, tehát előadásonként 3 nőt ölünk meg, nem olyan veszélyes dolog. Na elé, csak tréfáltam ezt talán, kiterül, megölünk 3 nőt idézőjelben. Nem fontossági sorrendet, csak én végignéztem ezeket a festményeket. Például Rákosi elvtárs egy hölgy testében hever a deványon.
Erről volt szó az előbb, tehát ez az a kép, amit a lakásban megtalálnak, és elkoboznak. Ja, ahol jól megverik azt egy, és ahol jól megverik szőkét a festő. Meg is lúdosak. Emiatt, igen, de például van egy nagyon ügyes, ezt úgy hívják, hogy mapping, egy ügyes mappinges kolléganőnk, akinek tevékeny, hát nem tudom, ne a képeket kommentáljuk egy picit, mert most éppen Váci Eszter volt látható, aki végig énekel, és itt pedig a Vári Bence tánccsoportja látható, ugye a Verid. Ezért van összművészeti, hogy ez a címe neki? Parancsolosan. Addig én itt elkérdezem. Szóval ezért mondják, hogy összművészeti, mert hogy olyan sok minden van benne. Igen, elvileg ugye van benne próza is, amiket többnyire én adok elő, de nem mindig. Van benne színházszerű jelenet, van benne sok zene, és van benne tánc, és van benne még filmbetét is. Tehát... kis nagyképűséggel, ugye Wagneri magaslatokba próbálunk felszállni. Ez akkor egyébként egy korra, ez egy kortükör, arról a bizonyos rendszerre? Kicsit az lett, amikor elkezdtük, akkor minden ilyen ösztönösen ment, nem nagyon volt itt koncepció, meg rettenetes átgondoltság. Egy kicsit úgy jártunk, mint Szergej Szergejevics, aki akárhány autóbuszalkatrészt lop el a gyárból, otthon mindig tankot lehet csak belőle összerakni. Tehát, hogy válogattuk ezeket a képeket, és valahogy mindig a múltnál kötünk ki. A múlt a legerősebb vonulata ennek a dolognak. Jó lehet, vannak benne mai hősök is, mint Madonna, vagy Berki Krisztián, de azért a dolog legsúlyosabb vonulata az Marx, Engels, Lenin, Sztálin és hát Adolf Hitler. De Sztálin is könyörög, ott valami... Igen, igen, imádkozik, de hogy mi a mapping, tehát hogy lehet a képeket manipulálni, az ujjai kigyulladnak, mert pont így tartja, ugye ezt a kép hozta ezt az ötletet, majd aztán ég az egész Szovjetunió. Van egy másik, még ezt is szépen jutnak eszembe, hogy Che Guevara, de ketté van véve, Che Guevara, igen, mert a kíberek, tehát a titkos rendőrök azt, hogy Che, ezt nem tudják kiejteni, úgyhogy ők fonetikusan mondják ezt, miközben walkie-talkie-n ugye követik Tóth Jocóról és Friedenthal Zoltánról, két nagyszerű Pintér Bélánál is számos darabban játszott kitűnő színészről van szó. Sándor, három előadás lesz, ugye hétfőn, kedden és szerdán, de reméljük, hogy lesz több. Hát éppen most számoljuk ki, mert még azt se tudjuk, még odáig se jutottunk el, hogy egy előadás mennyibe kerül. Ugye, tehát bepakolás, kipakolás, szereplők, tralala, 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 tehát pillanatilag nem tudunk egy összeget mondani, ha egy művelődési ház igazgatója fölhív, és azt mondja, hogy egy 50 előadásra szeretné ezt a darabot lekötni, akkor legyen egyelőre 150. Nem, vagy 150-re, akkor egyelőre nem tudunk mit mondani. Összesen hány játszó szereplő van a darabban? Hát van Bozó Andrea, aki most azt hiszem a Dr. Balatonban is látható. Igen, azt igen. Igen, egy nagyszerű színésznő, ő alakítja Madonnát többek között, illetve alakítja Pirit, aki levelet ír Vajnának, közös úttörő tábor béli múltjukra vonatkozóan. Na, ez fincsi történet. Nagyon fincsi, igen. Van a már említett Tóth Jocó és Friedenthal Zoltán, és nagyon fontos szerepet kap Szőke András, aki elsősorban táncol. Tehát
szakértő, egy nagyon sokoldalú tehetség, ugye, filmes, stand-upos, disznóölő, sók, matadora és végrehajtója, de az igazi közege az, amikor ő megmozdul. Tehát a pont ennél a Lenin és tanítványainál, ahol a... Ez nagyon hálás történet. Ahol mindenkinek ugye van egy kis kecske szakálla, hála a Bronsteinféle gyógyszertárban kapható Illyics cseppjei nevezetű készítménynek. Ez egy szőrnövesztő? Szőrnövesztő, egész pontosan igen, 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 mert hát Illyics a maga idejében akkora sztár volt, hogy még a nők is szerettek volna a kecskeszakállat csinálni maguknak, hogy így is kövessék a mestert. Na és akkor ennek a jelen, ez az a jelenet, amikor a szereplők a képből kilépnek, és akkor a Csajkovszki zenéjére lesz egy kis balett, és ebben a balettben jelenik meg Szőke András, mint Lenin. Hát ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy leírhatatlan. Nagyon szépen köszönöm, Fábri Sándor, érdemes és kiváló művész, és akkor hétfőket szerda. Hétfőket szerda, akvárium, igen, 7 óra. Köszönöm szépen. Mert jegy már nem igen van. Az a jó. Köszönöm szépen, hogy itt Én is nagyon szépen köszönöm.